Üdvözletünk! Aki egy kicsit is képben van a játékipar eseményeivel kapcsolatosan, az biztos ismeri az Arkane Studios nevét, hiszen bemutatkozó játékuk a kreatív ötleteket felvonultató Arx Fatalis az elmúlt évek során szinte kultikus magasságokba emelkedett. A Harvey Smith és Rafael Colantonio vezette francia stúdió az első sikert követően sokáig csendben tevékenykedett, hogy 4 év után egy a Might and Magic univerzumban játszódó látványos akciójátékkal, a Dark Messiah of Might and Magic-kel térjen vissza. A Bethesda Softworks alapítója által létrehozott ZeniMax Media csoporthoz való csatlakozás után 2011. július 7-én bejelentették a Dishonored című belső nézetes játékukat, amely már az első híreket követően az érdeklődés középpontjába került, hiszen minden előzetes jel arra engedett következtetni, hogy egy rendkívül egyedi játékmenettel bíró alkotás készülődik a GAL stúdió falai között. A várakozásnak azonban vége, a Dishonored végre megérkezett, így nincs más dolgunk, mint alámerülni a játék industriális steampunk világába. Corvo Attano, legendás kardforgató és az uralkodó személyének védelmezője, egy több hónapos diplomáciai utazástól tér haza Dunval városába, amelyet az egyre terjedő patkánypest is tart rettegésben. Corvo megdöbbentő és lesújtó híreket hoz, azonban az üzenetek kézbesítésére alig marad ideje, mert ismeretlenek egy csoportja merényletet hajt végre a császárné ellen, és elrabolják a trón várományosát is. A kábulatból magához térő Corvo hamar az események sodrásában találja magát, gyilkosság és emberrablás vágyával rácsok mögé kerül, ahol kínzással próbálják revenni a hamis vallomásának aláírására. Corvo rájön, hogy a merénylet mögött katonai és politikai vezetők csoportja áll, élükön Hiram Burrowsszal, akinek nem titkolt szándéka a hatalom gyors átvétele. Corvo tudja, hogy bár az uralkodót már nem menteti meg, a trón rökös élete az ő kezében van, ezért megesküszik, hogy felkutatja és megmenti a kislányt. Véres bosszút esküszik az orgyilkosok ellen, azonban terve végrehajtásában a vaskos rácsok mellett a másnap reggelre kitűzött kivégzése is hátráltatja. A Dishonored első pillanatra egy szimpla akciójátéknak tűnhet, azonban elég a bevezető küldetést megnézni, hogy kiderüljön, sokkal többről van szó, mint egyszerű kaszabolásról. A játék világa egy sor különálló, küldetésközpontú sandbox területből áll, ahol a feladatok teljesítésére számtalan mód kínálkozik. A játékmenet 3 alapvető eleme a fegyveres harc, lopakodás és a természet feletti képességek. A játékban tekintélyes arzenál halmozható fel, az előugró kettéhajtató kard kitűnő közelharci fegyver szúrásra, vágásra és darabolásra egyaránt alkalmas. Távolsági fegyverként keréklakatos pisztolyt, számszeríjat, később gránátokat, bombákat és aknákat vihetünk magunkkal, a különböző betölthető, robbanó, kábító lövedékek pedig nagyon hasznosak. Harci jártasságunk ellenére a puszta testi erőnk némely helyzetben már kevés, ekkor kerül képbe a mágia. A mágikus képességeket a kívülálló névre hallgató titokzatos idegentől kapjuk ajándékba, akiről senki sem tudja, hogy ki is ő valójában. Egy dolog biztos, hogy időnként megjelenik egy arra érdemesnek talált halandó előtt. Természetfeletti útravalóként 6 aktív és 4 passzív mágiát birtokolhatunk, azonban ezek közül csak 3 használható egy időben. A Dark Vision révén például átláthatunk a falakon, a Blink segítségével teleportálni tudunk egy adott távolságon belül, a Bentime pedig lelassítja vagy megállítja az időt. A keményebb cuccok közé tartozik a Possession, amivel akár egy patkány testébe bújva is randalírozhatunk, vagy a Swarm, amivel a vérszomjas rákcsálókat irányítva iktathatjuk ki az ellenséget. Az elérhető varázslatok alkalmazásához manát kell fogyasztani, fejlesztésük pedig rúnákba kerül, az erősebb képességek többe is fájnak majd. A legnagyobb húzás azonban a képességek kombinálása volt, mivel ha kedvünk tartja, akkor a megidézett patkánycsorda egyik dögére még bombát is szereletünk, hogy aztán a katonák egy csoportjába vezéreljük. Vagy megszállva az ellenséget és az időt lelassítva, akár még társai vagy saját lövedéke útjába is belevezethetjük. Harmadik alternatívaként rendelkezésre áll a lopakodás, ahol különböző tereptárgyak mögé húzódva leshetjük meg az őröket. Érdemes erre figyelmet fordítani, mert a mezei páncélosokon kívül nehéz fegyverzettel ellátott katonák és hatalmas, képesített gólyalábakon közlekedő tolbolyok is az utunkba kerülhetnek. Az ellenséges épületekben sokat fogunk kutakodni, azonban nem kell fejetlenül berontani sehová, mert a kulcsukon keresztül minden helység felderíthető. A cselekedeteinket a
program úgynevezett káosz rendszere felügyeli, a fejlesztők nem akartak korlátokat vonni, ezért minden terület szabadon bejárható, bármit megtehetünk, azonban tetteink következményekkel járnak. Ha például fényes nappal felszeletelünk egy járókelőt, később kevesebben állnak majd szóba velünk. Ha vérfürdőt rendezünk valahol, az őrök erősítést hívnak. Természetesen a káoszt negatív irányba is befolyásolhatjuk, ha az őröket elkerülve csendben végzünk a célpontunkkal, sokkal nyugodtabb marad a környezetünk. Bár egy magányos bosszúállót alakítunk, nem vagyunk egyedül, számtalan segítőkézre számíthatunk küldetéseink során. Két misszió között egy lojalisták által üzemeltetett fogadó emeleti szobájában húzhatjuk meg magunkat, itt találkozhatunk össze a legfontosabb segítő karakterekkel is. Itt anyázik Havelock admirális, a lojalisták vezetője, aki Trevor Pendleton képviselő közreműködésével mindig naprakész információkkal szolgál, és jelöli ki a soron következő célpontunkat. Az ivóalak sorában berendezett műhelyben Piero mester tevékenykedik, ő készíti el az arcunkat eltakaró maszkot, és neki köszönhetők a különböző fejlesztések is. A városrészek közti közlekedést egy Samuel nevű közember biztosítja, aki csónakjával fuvaroz bennünket a megfelelő célterületre. A fő küldetések mellett számtalan kisebb feladatot is kapunk, ezek teljesítése opcionális, de fontos segítségeket várhatunk cserébe. A küldetések sikerének titka az információk alapos összegyűjtése, a hangszórókból harsogó propaganda a harci készültségről tájékoztat, de a lakásokban és katonai létesítményekben hagyott üzenetekből, valamint az Audiográf nevű készülék hangkártyáiból is sok mindent megtudhatunk. A fiktív Dunval városának a viktoriánus London és Edinburgh szolgált modellként. A fényűző pompa mellett a nyomor negyedek mocskával is bőven szembesülünk majd. A pestis járvány pusztította utcák, leharcolt házak, égetésre váró holttestek szívszorító képet mutatnak. Az utcákon felfegyverzett katonák igyekeznek fenntartani a rend látszatát, bár elsődleges feladatuk inkább a tehetősebb réteg elválasztása a halálra ítélt nyomorgó tömegektől. A belső nézet miatt a főhős arctalan, ráadásul a készítők még némaságra is ítélték, emiatt a történet többi szereplője sokkal hangsúlyosabban jelenik meg. Érdekes megfigyelni, ahogy a fejlesztők a város kulturális sokszínűségét ábrázolták. A történet szereplői mind egyedi ellenvonásokkal rendelkeznek. A látványvilág kicsit impressionista, mosott színekkel dolgoztak a látványtervezők, ez nem biztos, hogy mindenkinek bejön, de jól passzol a steampunk városképhez. A környezet kidolgozása nagyon szép, bár egy-két felület kicsit műanyagnak hat, azonban a látvány magával ragadó és stílusos. A játék alapjait az Unreal Engine 3. változata biztosítja. A karakterek mozgása élethű, a szájszinkron pontos, nincsenek teátrális, eltúlzott gesztusok. Néhány tervezési hiba ugyan bebecsúszott, ugyanis annak ellenére, hogy mindkét kezünk foglalt, képesek vagyunk interakcióba kerülni, vagy a kötélmászás közben nem látszik a kezünk, így mintha levegőben csúszkálnánk, azonban ezek apróságok, alapjában véve remek munkát végeztek az árkénes rácok. Közelharc esetén a támadó és védekező mozdulatok élethűek, valóban olyan, mintha élesben vívnánk. A program a mesterséges intelligencia tekintetében is jól teljesít, az ellenfelek életszerűen viselkednek, képesek összefogni, taktikusan támadni és aktívan érzékelik a jelenlétünket. A fejlesztők láthatóan szívükön viselték még a PC-s változat sorsát is, mert a személyi számítógépekre készült változat saját kezelőfelületet kapott, és az irányítást is úgy alakították, hogy megfeleljen az elvárásoknak. A játék hanganyagát szintén nagy odafigyeléssel készítették el, a karakterek hangját olyan színészek kölcsönzik, mint Susan Sarandon, Carrie Fisher vagy éppenséggel Michael Madsen. Azt hiszem, nem túlzás azt állítanom, hogy megérte kivárni a játékot. A különböző műfajok keverése jól működik és élvezetes szórakozást nyújt. Bár a Dishonored néhány óra alatt is végigjátszható, azért az igazi mélységét akkor mutatja meg, ha minden mellékszálat felgöngyörítünk. Az egész alkotáson látszik, hogy törődéssel és végtelen odaadással készítették olyan szakemberek, akik valami egyedit szerettek volna alkotni. Számomra a program legnagyobb erénye, hogy az autentikus világ megteremtése mellett
számos végigjátszást tesz lehetővé, ezért egy-egy missziónak akár többször is nekivághatunk, köszönhetően a számtalan lehetőségnek és variációnak. Az általunk választott játékstílushoz több különböző útvonalat is találhatunk, és az előttünk álló szituációkat változatos módokon is megoldhatjuk. A Dishonored túlzás nélkül az ősz legeredetibb játéka, amely sokak nagy örömére magyar felirattal ellátva kerül az üzletekbe mindhárom nagy platformra. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Get around it! You gotta play!